kötődő verseket Szabó Sándor és Téri Sándor mondta el. A műsort Verese Mese Gyöngyvér szerkesztette, és Maksai Helga készítette. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok, történetek a teljesítmény mögött. Zenész portré műsor a Kossuth Rádióban. Igazi régi vágású úriember, aki a nemesi ősök bekeretezett királyi oklevelei alatt reggel kávé mellett elolvassa napilapokat, napra kész a közéleti kérdésekben, klasszikus zenét hallgat, és egy cseppet sem látszik rajta, hogy betöltötte a 80-at, mert amikor megszólal, színpaddá változik a világ. Porának. Ez művész, a Magyar Televízió egykori főrendezője, akinek több mint 80 televíziós film fűződik a nevéhez. Bemutatkozás után rögtön sorra vettük a közös ismerősöket, de biztos önök is ismerik azt a helyzetet, amikor már ott van valaki neve az ember nyelve hegyén, csak éppen abban a pillanatban nem jut az eszébe, úgyhogy egy hatalmas nevetéssel indult a beszélgetés. Szelegi Kamil, akinek mindenki barátunk volt, és nagyon szerettük ő is minket, ő azt mondta nekem egyszer, hogy 70 év fölött névvel kezdeni mondatot halál. És ez így van, itt történt, hogy szilveszterkor 2:30-tól reggel 6-ig egyik színésznek nem jutott az eszébe senkinek a neve. De reggel fölhívott 6-kor vagy 7-kor, és mondta, hogy XY. Teljesen természetes. Ha csak a saját életművét nézzük meg, én becsületesen készültem, ez egyáltalán emlékszik erre a Ez egy furcsa dolog, emlékszem, azt is emlékszem, hogy mit, hol forgattam. Szóval nagyon jó a memória milyen szempontból. Azokat nem tudom megérteni különben, aki 93 éves korában azt mondja, hogy 1936-ban délután 4-kor, nem, 3:30-kor, mert az duma az ilyen nincs. Én mindegyik helyszínre, filmre szerepem. Amiket én csináltam. Az unokáim is, a Csádi nényét kívülről fújják. Én azt mondom az Aldobói Gyurinak, hogy ha ő Amerikába születik, meg a